Közben kapcsoljuk Jászberényi Sándor újságíró tudósítót. Üdvözöllek, Sándor. Nem egy veszélyes zónából, de tudósítottál meg. Mit látsz, hogy a média figyelem miatt a terrorszervezetek mennyire tudják hagytékonyan átadni az ideológiájukat, vagy mit lehet tenni, hogy ne az ő forgatókönyvük szerint történjen a kommunikáció? Mit gondolsz? Én azt gondolom, hogy ami jelenleg zajlik, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egy paradigmaváltást hajtott végre 2014-től kezdve, amikor megállították az offenzíváját és elkezdett területeket veszíteni, akkor megváltoztatta a hadműveleteit, és terrormerényleteket hajt végre szerte a világban. Csak idén 26 terrormerényletet követett el a világban, különböző országokban. A legutolsó most Brüsszel volt, ami minket, mivel európaiak vagyunk, és hát az Európai Uniónak a központja Brüsszel, kifejezetten érint. Történt ez a paradigmaváltás. A média annyiban játszik ebben szerepet, hogy ugye ők is a mi médiánkból értesülnek nagy valószínűséggel arról, hogy ezt a tehát elkövették ezek a sejtek. Ami a problematika az az, hogy az emberi reakcióinkat, azt a politika kihasználja, azt kihasználják az elemi zsigeri félelmünket, ki lehet aknázni, és ez nagyon-nagyon rossz pályára viheti az Európai Uniós társadalmakat. De szerinted akkor effektíve lehet, hogy a kommunikációt is meg kell változtatni, de például nagyon sokan szerepet vagy szolidaritást vállalnak úgy, hogy ugye átfestik a zászlójukat esetleg a közösségi portálon, hogy akkor ezt sem kéne tenni? Vagy mással is szolidaritást kéne vállalni, hogyha esetleg máshol történik terrortámadás? Én azt gondolom, hogy mivel 26 merénylet volt eddig, hogy kontraproduktívnak tartom, hogyha most átfestjük a profilképünket a Facebookon, illetve kiválasztjuk, hogy kivel vagyunk szolidárisak. A terrorizmus, a terrormerényletek, az mindenkire szörnyű. Akkor is szörnyű, ha Brüsszelben történik, akkor is szörnyű, ha Egyiptomban egy paraszt család mellett robbantanak, és ők halnak meg. Nem szelektálhatunk az áldozatok között, hogy kik a számunkra kedvesek és nem kedvesek. A globális terrorizmusra nem lehet ilyen válaszokat adnunk. Vagy minden terrormerénylettel szemben fellépünk, és ezt kell tudatosítani a társadalommal, hogy vagy mindegyiket elítéljük, mindegyikkel szolidaritást érzünk, akkor tudunk elérni egyfajta nyomásgyakorlást, hogy valóban legyen egy nemzetközi tényleges együttműködés. Tehát ne három napot késen a hírközlés, az információ a különböző hírszerző nemzetbiztonsági szervezetek között, még az unión belül is, legyen valódi kommunikációs párbeszéd, és valóban szándék arra, hogy ezeket a terrorszervezeteket és terrormerényeket megszüntessék. Jászberényi Sándor, köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk.